Szia! Hello! Jó hangulat és kiváló balatoni borok várták az érdeklődőket a fél évszázada működő Balatonboglári Fesztiválon. De nem csak itt, hanem Siófokon is színes programok szórakoztatták a családokat. Reggel 10-től este 6-ig, tehát egészen délután 6 óráig csak kimondottan rájuk koncentrálnak. Itt van a Levendula játszóház, aki különböző interaktív produkciókkal várja a gyerekeket a hímzéstől a zsákdobálásig, tehát minden, ami ebbe bele lehet rakni. A családok saját készítésű ajándékokkal is gazdagodhattak. Gyöngyfűzés, rajzolás, baba készítés, mindegyiket kipróbálhatták. Hát igazából ez egy baba lesz, úgyhogy éppen a haja készül. Szép kis ruhácskája van, mellénye. És azt mondom, hogy mindegyik asztalnál másféle dolgot lehet készíteni. Délutántól estig pedig változatos koncertekkel, gasztró és borkínálattal várták az érdeklődőket. Az ünnepi időszakban már szinte lehetetlen volt szabad szobát találni a hotelekben. Hetekkel előre kellett foglalni ahhoz, hogy valakinek jusson szoba. Valószínűleg ebből adódóan is az augusztus utolsó hete is nagyon erős. Jól jön ki a szünet, még egy hétvége augusztus 20-a után is belefér, úgyhogy még az utolsó hét is nagyon erősnek ígérkezik. A szakemberek úgy látják, hogy az idei szezon kiemelkedő lehet a vendégészakák és a forgalom tekintetében is a Balatonnál. Nagy számban érkeztek a Balatonra, mint egy harmada az összesnek ide érkezett, amin nem is lepődünk meg, hiszen csodálatos idő van, és azért a nyári kikapcsolódás egyik magyarországi fellegvára azért a Balaton, hiszen víz, színes programok, rengeteg látnivaló várja hozzánk érkezőket. Tehát így a számokat átpörgetve azt látjuk, hogy egy jó szezont fog zárni az idei nyári Balaton, de az egész éves Balatonban is jó számokra számítunk. Az ünnepi hétvége után sem maradnak program nélkül azok, akik augusztus utolsó napjaiban érkeznek a tóhoz, hiszen 22-én elstartol a strandfesztivál, ősztől pedig érkeznek a hagyományos gasztró és szüreti rendezvények a Balatonnál.